Több mint 2000 menekült és illegális bevándorló gyűlt össze csomagjaival az égei-tengeri Lesbos központi kikötőjében arra az álhírre, hogy komphajó jön értük és a szárazföldre szállítja őket a Görög-szigetről. A tömeg 10 km gyalogolt a túlzsúfolt Moria táborból Mitilini kikötőjéig, ahol megszállta a rakpartot és a környező utcákat. A kivezényelt rendőrök visszaterelgették a migránsokat a tábor irányába, de azok újra és újra megjelentek a kikötőnél, várva a hamarosan befutó hajójukat. A feszültség akkor váltott át agresszióra, amikor görög fiatalok érkeztek megvédeni városukat. A helyiek már az európai külföldiekkel szemben is ellenszenvvel viseltetnek, mert úgy vélik, menekülteket segítő civil szervezetek tagjai. A rendőrök végül két tűz közé kerültek, és könnygázt is be kellett vetniük a tömeg oszlatására. Mióta Törökország szabad utat nyitott Európa felé a területén tartózkodó menekülteknek, naponta mintegy 1000-en érkeznek csónakokon Lesbosra, ahol így is 40 000-en vesztegelnek hónapok, sokan évek óta.